Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Igencsak megkeveredtek mostanában a kispályás első osztályi bajnokság mérkőzései, fordulói. Ezért is történhetett az, hogy a múlt héten nem jelentkezett magazinunk, ezúton is elnézést szeretnénk kérni. A 16. forduló első játéknapját a múlt héten, még a kör többi mérkőzését tegnap játszották le. Ezen a héten három találkozót lebonyolítottak a 17. fordulóból is, ezek összefoglalóját május 4-én láthatják majd itt a Fehérvár Televízióban. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen most a kiesés elől menekülő Korall és a dobogóra igyekvő Bombombolt összecsapása következik. A Városi Kispályás Bajnokság 16. fordulójában Korall Bombombolt. Kék mezben balról jobbra a Korall, még fehér mezben fekete nadrágban a Bombombolt együttese. A Bombombolt az az együttes, amely lényegesen jobb pozíciót foglal el a bajnoki tabellán, hiszen ők a dobogót ostromolják, míg a Korall a kiesést próbálja elkerülni, néhol több, néhol viszont kevesebb sikerrel. Magyar tartja a labdát, aztán Szabó Józsefnek adja hátra. Molnár Csaba, magyar, Komáromi Zsolt, Molnár, Fésű, egészen hátra Knausznak. A két együttes összeállítását, a rendkedvéért sorolnám, a Korall együttesét, kapuját Rizinger Mihály védi, a cserekapust Tóth Tamás, igaz, ő most nem tartózkodik sem a játéktéren, sem pedig a kispadon. Kettessel Magyar József, hármassal Molnár László, négyessel Táncos Gábor, ötössel Szabó József, hatossal Korán János, hetessel Komáromi Zsolt, nyolcassal Krell Tamás, kilencessel Kovács Kálmán, tízessel Örkény Ferenc és tizenkettessel Rizinger Mihály a kapus. A Bombombolt együttesének kapuját Reveland Zoltán védi, aki a Mercurius Tours együtteséből került át a Bombomba, miután a Mercurius feloszlott a télen. Ötössel Varró Gyula, hatossal Határ Csaba, nyolcassal Knausz Tamás, tizenhármassal Fésű Gábor, kilencessel Szoboszlai Zsolt, négyessel Komáromi Zoltán, kettessel Majzer Attila, a másik kapus a Bombon együttesében, azonban ő sincs most itt a videótanoktatási központban. Hármassal Tújner Viktor és hetessel Molnár Csaba. Knausz érkezett jókor, meggátolva ezzel a Korall támadását. Időlegesen ugyan, hiszen bedobáshoz jutottak a kékmezesek, és aztán a kontrából fordulhattak volna a Bombon játékosai. Rizinger határozott közbelépése nyomán a labda plafont ér. Így feldobással folytatódik a játék. A két együttes csatájából ősszel a Bombon került ki győztesen, akkor 6-2-re verték a Korallt. Komáromi Zoltán, mindenki mellett elsuhan a labda. A Bombon az 5. 25 ponttal, a Korall pedig a 12. 11 ponttal. A Bombombolt egy igen küzdelmes mérkőzésen a 15. fordulóban 4-4-es döntetlent ért el, míg a Korall 4-2-re győzte le a Klubfeca együttesét. Így begyűjtötték harmadik győzelmüket ezzel az idei bajnokságban. A Korall egyébként újonc együttes. A tavalyi kiírás másodosztályt, vagyis az NB1B-t, ez az 1B-t, Városi első osztály B csoportját nyerték.
Knausz Szabóban akadt el. Knausz. Molnár. Varró. Szabó József volt szabálytalan. Molnár. Szabónak kiosztott egy kötény törkényről, azonban már kifelé jön a labda. Az ötödik percben járunk. 0-0-ás mérkőzés állás. Varró. Őrkény próbálta szerelni, ami sikerült is. Molnár sarokkal tovább Varrónak, aztán Magyar hozza el. Magyar még. Komáromi Zsolt, majd Korán János a labdával. Szabó. Komáromi Zsolt. Komáromi Zoltán érkezik rá vele szembe. Varró veszi le látványos mozdulattal. Tartani azonban nem tudja a labdát. Őrkény Varróban akad el. Molnár Csaba szerzi meg. És három ember gyűrűjéből nem tudja kihozni a labdát. Fésű lábáról perdült ki. Magyar. Egészen hátra Risingernek. Tavasszal a bombon egy győzelmet és egy döntetlent könyvelhet el. A 14. fordulóban, vagyis a tavaszi nyitányon. A Sönés barátait győzték le 6-4-re. És hát a másik mérkőzésükről, a múlt forduló beliről pedig már beszéltem. Ugye a 4-4-es döntetlen az Apriliával szemben. Korral a tavaszi első fordulóban 2-2-t játszott a Cooper SC-vel, és hát ugye 4-2-re győzték le a Klub Fecát. Azonos teljesítmény a tavaszi idényben mindkét oldalon. Tujner Viktor a labdával közben. Tujner Viktor is ősszel még a Mercurius Tours színeiben szerepelt. Molnár Csaba. Komáromi Zsolt. Őrkény. Magyar. Korán. Magyar. Fésű szerelte. Varró. Fésű. Táncos érkezett vissza jókor. A bedobás Molnár Csaba felé száll, és kifelé jár a szabadrúgás. 9. percben járunk. Gól nélküli döntetlen egyelőre. Magyar. Komáromi. Magyar. Jó lett volna az összjáték, Knausz azonban résen volt. Tujner indul meg a kontraakcióval. Molnár. Őrkényben akad el. Magyar. Most a túloldalon a helyzet, és Revelant szedi fel. Korányi János háta mögé érkezett picit a labda, ezért nem tudta már erőből kapura tenni.
csak úgy épp, hogy beleért a labdába. Reroland kapust támadták. Ki kellett rúgnia az oldalvonalon túlra a labdát, Komáromi Zsolt. Reroland kísérte a levegőben, de nem kellett közbeavatkoznia. Varró. Fésű. Molnár át a túloldalra Knausznak. Molnár Csaba és ott az első gól a mérkőzésen. 1-0-ra vezet a Bombon a 10. percben. Egy gyors kontrakció végén Molnár Csaba szerzi meg a vezetést. Korán magyar. Korán. De középre, és ez sem volt veszélytelen. Fésűről hagyta el a labda a játékteret. Szöglet. A sípmesterek azonban nem úgy látták, hogy a férmezes Fésű Gáborról ment ki a labda. És ezért kirúgás lett a dologból. Szoboszlai 2-0. A kékmezesek még azon elmélkedtek, hogy miként lehetett szöglet helyett kirúgást ítélni, és a fehérmezesek, vagyis a Bombon volt, növeli előnyét. Korall Bombon 0-2. Szoboszlai Zsolt a gólszerző. Komáromi Zsolt. Magyar. Táncos. Korán. Átperdül a túloldalra. Reverand keresi az embert és várja a társakat, hogy mozogjanak. Korán. Örkény. Rizingernek hátra. Táncos. Komáromi Zsolt. Örkény. Egy lövés. Reverand biztos kézzel fogja. Magyar veszi le a kidobást, és már is fordul vele. Magyar. Örkénynek hátra. Magyar. Lövésre vállalkozik. A kapu mellé. Kirúgás. Bizony most nem ért bele. Tényleg Bombon játékos. Jogos az ítélet. Fésű, Knaus, Reverand, Határ Csaba, új játékos a pályán, 6-os számmal a Bombon együttesében. Táncos, magyar. Örkény. Táncos, illetve Korán felé. Csúsztatása azonban a Reverand kezébe hult. Szabad rúgás a Korall javára. A mérkőzés 14. percében járunk, 2-0-ás Bombon volt vezetés. Magyar. Határ. Fésű. Knaus, Tuiner, Revenandnak hátra.
Határcsaba szerezhetné meg, magyar zárt össze előtte. Koránnal Börkény. Határ hagyta ott a lábát. Így szabadrúgáshoz jut a Korall együttese. Kaputól 9,5 méterre. Egy picit talán beljebb volt a szabálytalanság. Korán fölé. Knausz. Határ. Knausz. Tuiner. Határ. Szoboszlai beindul. A labdát azonban nem kapja. Tuiner kényszerítőzni próbált Knausszal. Ez nem sikerült. Korán szerzett labdát, aztán Tuiner szerzi vissza, és a bombon folytathatja támadását szabadrúgással. Mérkőzés 16. percében Szoboszlai talpa alatt gurul el a labda. Nyolcassal Krell Tamás a pályán. A Korall együttesében. Korán János helyére érkezett. Határ, Knausz, Krell támadja, és aztán Revelandnak kellett közbeavatkoznia. Örkény. Rizinger. Hidegvérű passz volt. Szoboszlai érkezett volna. Komáromi Zsolt. Örkény. Táncos. Tuiner még bent tartja. Krell. Táncos. Magyar. Határ. Nem nézett föl. Sarokkal próbálta Szoboszlaihoz juttatni a labdát. Azt azonban egy kékmezes szerezte meg Komáromi Zsolt. Két ember között játszotta volna középre. Táncosnak pontatlan volt. Knausz. Revelant. Magyar szerzi meg a félpályánál. Komáromi Zsolt, Revelant tenyereli vissza a mezőnybe. Knausz. Örkényi sarokkal. Szoboszlai várta volna üresen a hatos vonalnál a labdát. Örkény. Krell kivezeti. Knausz. Határ. Tuiner. Knausznak hátra. Szoboszlai. Fésű. Majd ismét Tuiner. Knausz. Járatják a labdát a bombombolt játékosai, próbálják magukra húzni a Korall együttesét. Fésű. Knausz. Revelland is játékba avatkozik, és aztán előreíveli egészen a túlsó kapuig Rizinger Mihálynak, aki egyből dobja is vissza. És megint csak a Revelandhoz jut el a labda. A 19. percben járunk, 2-0-ás bombombolt vezetés. Knausz veszi merre. Látványos mozdulat. Nem is volt rossz a próbálkozás. Rizingernek kellett közbeavatkozni a Határ.
Örkény. Magyar. Határ. Komáromi Zsolt próbál labdát csenni, labdát tartani. Ez most nem sikerült. Az első fél idő hajrája kezdődik, hiszen a 20. percben járunk. Szoboszlai. Határ! Középen, hogyha megszerzi a labdát, azt csinál vele, amit akar. Azonban elsuhant a lába mellett a játékszer. Magyar. Táncos. Magyarnak hátra. Szoboszlai támadja. Krell. Eddig jól tartják a labdát a korai játékosai, azonban a kapu felé nem igazán tudnak haladni. Most Örkénnyel szemben volt szabálytalan Határ Csaba. Magyar szabadrúgása. A mérkőzés 21. percében a sorfal mellett elcsavarta a labdát ballal, azonban a kaput is elkerülte a lövés. Szoboszlai jön hátra a labdáért. Az imént éppen azért méltatlankodott, hogy nem igazán veszik észre hátul a játékostársak, hogy elől bizony üresen ólálkodnak. Fésű. Határ indulna be középen. Nem eléggé. Komáromi. Szöglet. Nem értették meg egymást most a kékmezesek. A kék-feketék. Határ szöglete. Rizinger lépett ki kapujából, és ebből indulhat a korall. Krell. Egy újabb sarokrúgás, most a másik oldalon. Knausz lépett közbe. Majd ismét róla hagyja el a labda a játékteret. Krell. Szoboszlai szerelte. Krell bedobásra át a túloldalra, táncos fejese pedig a kapu fölé száll. Revelant, Határ, Molnár. Knausz, Molnár Csaba. Revelant, Molnárnak vissza, aztán hátra Fésűhöz. Határt előzték meg, Knausz pedig magával rántja Krellt. Így korall szabadrúgás következik a mérkőzés 24. percében immár. Magyar, Krell. Örkény. Érzésen szerint róla ment ki a labda, bár biztos jobban látták a sütmesterek. Táncos. Határ Csaba szerzi meg, aztán Komáromi Zoltán indulhat belőle. Komáromi! Szép! 3-0 a Bomboltnak a 24. percben. A gólszerző pedig Komáromi Zoltán. Egy labdaszerzés után gyorsan felvezették az akciót, pontosabban Komáromi, és a kivetődő Rizinger mellett szépen egy leeret finom boka mozdulattal gurított el a labdát a bal sarokba. Korral a Bombon 0-3.
És vége az első félidőnek. 25 perc játék után, tehát Coral Bombombolt 0-3. Megkezdődött a második félidő. Egyenlőre a papírforma érvényesül. A Bombon magabiztos játékkal vezet. A 10. percben Molnár Csaba, a 11. Szoboszlai Zsolt, majd pedig a 24. percben Komáromi Zoltán volt eredményes. Reveland Határ Csabát próbálta játékba hozni. Egy picit azonban lecsúszott a lábáról a labda. Határ. Reveland. Molnár. Örkény vissza, Szabó József. Komáromi. Korán. Táncos. Szabó. Egy érintős játék, még bent tartja. És szöglet lett a dologból. Reveland próbált menteni. Nem csak kijebb tudta tolni a labdát. Újabb szöglet. Táncos próbálkozhat. Ismételhet újra. Komáromi Zsolt szép csel után. De ez mit sem ért, hiszen teljesen kikeveredett már az akcióból, és egészen hátra kellett hozni a labdát Rizingerig. Majd Határ veszti el. Örkény. Korán. Komáromi Zsolt. Fésű őrzi. Táncos. Örkény. Komáromi Zsoltnak nem volt rossz elképzelés. A labda azonban a kapu mellé szállt. Határ. Fésű. Örkényben akad el, és ebből lehet indulni. 3-1. Örkény. Korán háta mögé érkezik a labda, és így meghiúsul a Coral támadása. Rizinger várja a beinduló embereket. Knausz. Reveland. Örkény. Komáromi Zsolt. Varró. Varró Gyula tartja, két ember között passzolja tovább Komáromi Zoltán. Molnár Csaba, Knausz Molnárnak vissza. Komáromi, és ez is kilágódik Örkény lábáról. Komáromi Zsolt most már a túloldalon. Nem sokkal került el lövése a Bombombolt kapuját. 29. percben járunk, 3-0-ás Bombon vezetés. Knausz Varró felé, Szabó József piszkált bele, szögletre mentett. Fésű, a kapufa tövéről jön ki, és az ismétlést Molnár lövésébe már Örkény piszkál bele. Nagy lehetőség volt ez is a Bombombolt előtt. Komáromi Zsolt. Knausz. Varró. Molnár indul be. Varró inkább egyedül viszi tovább, még mindig ő. És könnyedén szerelik Szabó József és Örkény együttes erővel. Táncos. Korán. Komáromi Zsolt. Szabó József.
Komáromi Zsolt kapja vissza, Molnárt próbálja megforgatni, aztán inkább visszaadja a labdát Örkénnek. Táncos. Korán. Még bent tartja. Varró szerzi meg. Komáromi Zoltán. Revelant. Knausz. Komáromi Zoltán hozhatja fel a labdát a bal oldalon. Teljesen üresen. Lövésre vállalkozik a kaputól mintegy 11 méterre. De a labda elkerüli a Korall ketrecét. ...31. perc. 3-0-ás bombonvezetés. Rizinger érkezett fésűvel ütközött a levegőben. Kifelé jár a szabad rúgás. Szabó. Komáromi Zsolt. Korán fésű szerelte. Szabó József. És aztán Knauszról megy ki. Komáromi Zsolt szépen vette át. A lövés pillanatában azonban Knausz közbelépett. Szabó József egyből be középre, Revelandról kijön, de a labda bombonjátékoshoz kerül. Molnár Csaba próbálja tartani, ez sikerül is, és aztán indulhatnak a fehérmezesek. Knausz. Nem sikerült középre passzolnia. Örkényben akadt el a labda. Knausz bedobása, fésű. Jól érkezett azonban. Fejesen nem volt pontos. Rizinger. Molnár Csaba. Szoboszlai. Szabó érkezett szabálytalanul. ...33. perc. Szoboszlai fésű, Rizingerről jött ki. Komáromi Zsolt 3-2-ben és fésű lépett ki. Jó ütemben. Ezzel megakadályozza, hogy a Korall támadói kapura törjenek. Fésű. Szoboszlai. Jól fordult le Szabóról. Szoboszlai. Knausz. Estében a kapu mellé. Verbe volt már az egész Korall védelem, és persze Rizinger kapus is. Marad a 3-0-ás bombombolt vezetés. És a 34. percben szabad rúgást végezhet el a Korall. Ez megtörtént. Korán kirúgja. Varró, Szoboszlai, Revelant, fésűt választja, pontos a labda, magyar szerelt szépen, Korán, Szabó, Korán kapja vissza, egy picit hosszú neki a labda, nem is éri be. Varró, Tuiner, Molnár, majd ismét Tuiner. Egészen hátra Revelandnak. Fésű. Reveland. Hosszú ívelés Varró felé. Magyar fejelte vissza, aztán Örkény sarokkal a lelátóra. Molnár bedobása. Rizinger nagyon piált, hogy neki jó, és le is húzza a levegőből a labdát. Komáromi Zsolt. Magyar. Szabó. Ha
Revenant. Szoboszlai őrként lép ki rá. Molnár egy picit rövid, de Szoboszlai megtartja. Komáromi Zsolt vele szemben, majd Szoboszlai viszi ki a labdát az oldalvonalon túlra. A bedobás után már őrkény a labdával. Komáromi Zsolt őrkénytől kapja tal vissza, némi kitérővel. Őrkény fésűről vágódik le. A 36. percben 3-0-ás bombom volt vezetésnél, őrkény esik nagyot. Két tagú a sorfal. Szabó mellé. Fésű. Varró. Fésűnek hátra. Tújner. Komáromi Zsolt. Egy távoli lövés, amely célt téveszt. Tújner. Revenant. Igen, csak szorongatott helyzetben volt, így egyből el kellett rúgnia, amerre állt. Aztán Risinger hibázik a túloldalon. Varró. Korán. Eladja. Revenant kidobása Szoboszlaiig, aki egyből lő egy pattanás után. A kapu mellé azonban. Fésű fejeli egyből vissza. Szoboszlai jobban az oldalhálót találja el. Komáromi Zsolt. Örkény. Szabó József. Tújner. Tújner lő, Risinger véd nagyot. Táncos. Jól fedezte a labdát. Komáromi Zsolt. Egy lövőcsel, aztán visszahúzza, ballal lő. Ez Tújnerről vágódik le. Örkény. Magyar. Molnár Csaba szereli. Őt pedig Táncos. Molnárban akad el. Tújner. Szabó. Táncos szelidíti meg. Komáromi Zsolt. A felső lécről hagyja a labda játékteret. Előtte azonban egy bombon játékos. Egészen pontosan Fésű Gábor lábát érte a labda, így koralszöglet. A 39. percben Komáromi Zsolt, Táncos, Molnár, majd Fésű, Tújner. Szoboszlai csúsztatja meg, két fehérmezes indult, Risinger azonban együtt élt a játékkal és jó ütemben lépett ki. Revenant, Varró, Tújner, Revenant, ez a másik kapusé, Risingeré, Örkény, Magyar, Fésűt előzte meg, két ember között próbálta bepasszolni az induló táncosnak. Szabó. Táncost futtatná ő is, nagyobb szélen.
hosszú volt azonban a labda. Ketten is cserélnek a Bombom Volt együttesében. Határ és Komáromi Zoltán érkezik Fésű és Molnár helyére. Tulner kirúgja a labdát. Örkény érkezik nagy irányban. Magyar. Komáromi Zsolt. Magyar. Örkény. A fejese. Nyomán Revelandnak kellett közbeavatkoznia. Szöglet. A 41. percben járunk. Örkény szöglete. Szabó. Magyar. Tujner. Kiemeli. Magyarhoz kerül azonban a labda. Most már Komáromi Zsoltnál. Örkény. Varróban akad el. Ketten állták útját. Komáromi Zoltán indulna. De ez mind marad feltételes módban. Komáromi Zsolt. Szabó. Magyar. Táncos, szép játék. Határ. Tujner. A túloldalon Szoboszlai nem igazán számított a labdára, inkább Határra várt, hogy beindul és megszerzi azt. Magyar. Komáromi Zsolt. Örkénynek hátra, aki előreível, Határ Csaba pedig lefejeli a labdát Varrónak. Majd Határt szerelte Komáromi, vele pedig ugyanezt teszi Varró. Szoboszlai. Örkényben akad el. És indul a korral támadása. Örkény. Komáromi Zoltán, aki megszerzi a labdát. Komáromi. Bevárja a társakat. Határ. A kapufáról megy ki a labda. Második kapufáját lövi a Bombom Volt. Mindemellett háromszor talált eddig a korral hálójába. Míg az ellenfél ezer sem vette be a fehérmezesek kapuját. Magyar. Korán. Korán még. Majdnem tett egy kört a pályán, Szoboszlai. Revelland. Hosszú. A második fél időben nem igazán mutatnak színvonalas játékot az együttesek. Leginkább a küzdelem dominál. Határ. Na és persze sok a hiba is. Fésű. Határ. Szép volt a csel. Komáromi nem lőtt el ballal. Jobbal pedig már lekésett a lövés lehetőségéről Varró. Mellé. Váratlanul lőtt. Mindenki csak nézte. A labda azonban elkerülte a korral kapuját. Táncos. Komáromi Zsolt. Magyar. Komáromi Zoltán ért bele. Komáromi Zsolt. Magyar. Pörgeti fel. Rizinger. Korán. Aztán Rizinger lövi ki. A 45. percben járunk. 3-0-ás Bombom Volt vezetés. Örkény. Komáromi Zsolt. Revelandnak kellett hárítania. Táncos.
Komárom Zoltán dobta haza a labdát, Revelant pedig egyből gurítja ki Szoboszlainak. Határcsaba teljesen üresen, meg is nézte, mégsem lőtte el a labdát. Szoboszlai, ő ellövi viszont saját játékosát, Komáromi Zoltán találja el. Táncos. Komáromi Zsolt. Magyar. Eddig jól tartja. Határ. Ahelyett, hogy az ellenfél kapuja felé indulva inkább visszafordul, be akarta várni a társakat. Komáromi Zsolt ketten kereszteznek előtte. Fésű. Örgé. Kevesebb mint 5 perc a hátra lévő idő. És egyre inkább a bombombolt malmára hajtja az időkereke a másodperceket. Varró. Szoboszlai határ. Revelant. Komármi. Revelant. Fésű. Jól tartja eddig. Pontosan eddig. Korán. Visszahúzza. Fésű veheti le. Nem teszik, Komáromi Zsolt viszi el. A vonalon mellől lőtt. Azonban Komáromi Zoltánban elakadt a labda. És a bombonos Komáromi volt szabálytalan. A 47. perc. 3-0-ás bombombolt vezetés. Korán Revelant. Nincs szerencséje a korálnak. Majdnem átjutott a labda a Revelant Zoltánon, azonban mégis birtokba tudta venni a játékszert. Határba. Magyarról vágódik le a lövése. Örkény. Komáromi Zsolt. Egy lövőcsel, aztán inkább megtorpan. Táncos. Szöglet. Revelant ért bele utoljára. Komáromi, Revelant, Szoboszlai, Varró, Komáromi Zoltán indulhat meg, Zitzer, majd hogy nem, Ridinger hárít Szoboszlai, és elpuskázzák a lehetőséget. Bizony elszórakozták most a bombon támadói, Szoboszlai és Komáromi Zoltán. Komáromi Zsolt a túloldalon pedig egy óriási gólt lő, 3-1-re alakítja ezzel az eredményt a 49. percben. Revelant most tehetetlennek bizonyult. Három egy a bombombolt javára. És másfél perc a hátra lévő idő a mérkőzésből. Revelant, Szoboszlai. Korán. Magyar. Korán. Revelant hárít, viszont szerencsétlenül Balaton Komáromi Zoltán fejére a labda, és onnan pedig a hálóba. 3-2. Egy percen belül 2 gól. És már az 50. percbe léptünk. 3-2 az eredmény. Na hát, azért mégiscsak izgalmas lesz a vége. A rendes játékidőből egészen pontosan 35 másodperc van hátra. 3-2-es bombombolt vezetés. Varró. Komáromi. Határ. Varró Gyula. Nem tud a kapura fordulni, így ki kell keverednie a kapu előteréből. Revelantnak hátra, és most már tartja a labdát a bombombolt.
magyar próbált szerelni, majd Örkény szerzi meg, Táncos, az utolsó rohamok egyike korán, Revelland érkezik, és vetődve veszi birtokba a labdát, és ez volt az utolsó momentuma a mérkőzésnek. A Bombom volt tehát 3-2-re nyerte a találkozót, a végére izgalmassá vált a mérkőzés, hiszen akkor a percen belül két gólt is szerzett, de már az egyenlítésre nem maradt ideje, sem ereje. A végeredmény tehát Korral Bombom volt 2-3. A 16. fordulóban egy mérkőzés áramszünet miatt félbeszakadt, de a többi találkozón nem volt gond, tegyük hozzá, ez csak a győztes csapatok szemszögéből igaz. Lássuk az összefoglalókat. Kiesési rangadó nyitotta a 16. forduló mérkőzés sorozatát. A sereghajtó Süni és barátai a 11. Bádogossal találkozott a Vok parkettáján. Az őszi idényben a kispályán igen ritka a 0-0-ás eredménnyel végződött a két együttes összecsapása. A mostani rendezvú alkalmával a fehérmezes Süni nem volt túl kedves partneréhez, valamivel szervezettebben játszott, mint a Bádogos. Ez a plusz meg is hozta a gyümölcsét, a Süni és barátai szerzett vezetést. A kapott gól után a zöldmezesek hol a kontrával, hol a letámadással operáltak, de a befejezésbe többször is hiba csúszott. Nem úgy a másik oldalon, ahol a Süni növelni tudta előnyét. A második félidőben a pályaválasztó felőrölte ellenfelét, a Bádogos játékosainak pedig csupán a szépítésre futott erejükből. A Süni végül 6-1-re lépte le a Bádogost, így megkezdte nagy feladatát, a felzárkózást. Nem lehetett nehéz megjósolni az Aprilia motorosbolt Blue hétfő találkozó előtt, kihagyja el a pályát győztesen 50 perc után. Az Aprilia csak 4 mezőny játékossal kezdte meg a mérkőzést, és ebben a létszámban fejezte is be. A Blue hétfő kihasználta az ölébe hult lehetőséget. Az első félidőben 4-1-es vezetésre tett szert a kékmezes gárda, és előnyét fordulás után tovább növelte. Az Apriliát dicséri, hogy játékosai nem adták fel a találkozót, végig küzdöttek, sőt a második játékrészben is bevették a Blue hétfő kapuját. A hétfő 6-2-es győzelmével megelőtte az Aprilia motorsportot a bajnoki tabellán. A Fedél Kft. C+V találkozó 1-0-as fedélvezetésnél áramszünet miatt félbeszakadt. A mérkőzést egy későbbi időpontban újra játsszák. Az utóbbi fordulókban góldáporos győzelmeket arató Szép Hőszeder a listavezető Turulánynal találkozott. Sokáig egyenrangú félnek bizonyult a két együttes, majd a kapu előtt valamivel veszélyesebbé vált az esélyesebb Turul. A kékmezesek vezető találata után már könnyebben átjárható lett a Szép Hő védelme, így a listavezető növelhette előnyét. Fordulás után a Szép Hő mindent megpróbált a felzárkózás érdekében. Voltak időszakok, amikor beszorították a Turult, ám e nyomás alól a Turullány rendre kontrakciós góllal szabadult ki. A bajnokaspiráns már 5 találattal vezetett, de a Szép Hő megszerezte a becsület gólt. És ez a találat annyira meghozta a Szeder kedvét, hogy hamarjában még 2-szer vette be a Turul kapuját. Mielőtt a Szép Hő elhihette volna, hogy ki tud egyenlíteni, a Turul egy újabb találattal lehűtötte a kedélyeket, és 6-3-ra nyerte a mérkőzést. Nem tartottatok a Szép Hő Szedertől, hiszen az előző két fordulóban igen nagy gólarányú győzelmeket arattak. Hát azt tudjuk, hogy ismerik őket annyira, hogy tudjuk, hogy elég agresszív, főleg a balla fivérek, ugye? Nagyon, tehát ellenük nem lehet biztosra menni, szóval mindig megizzadunk ellenük, szóval mindig nagyon parázs meccseket játszunk, de hát az idei formánk az úgy érzem, hogy mindenképp mellettünk szól, szóval C+V-t ugye 7-2 arányban vertük az előző fordulóban, ezek alapján szerintem, tehát nem bíztam a csapatban, nagyon jó formában van mindenki, úgyhogy nem volt kétség számomra győzelem. Mérkőzés érdekében valójában a 3 gól különbség az reálisnak tartott. Reálisnak mondhatok. Volt valami probléma egyébként a csapatjátékában? Igazán úgy gondolom, hogy kicsit későn ébredtünk, későn tudtuk összekapni magunkat, vagy később kezdtük hajrázni, hogy úgy mondjam. És egy icipicit, amikor egy ilyen kielezett meccsen, ahol a szerencse nagyon kellett volna, hiszen még a kapufák is kifelé pattantak, hát most nem állt mellénk a fortuna. A Fidesz-kivétők Cooper SC mérkőzésen a húsvét jegyében egy kabalanyuszi próbálta segíteni a lelátóról a fészek játékosait. Nem húzták az időt a csapatok holmi tapogatózással, rögtön egymásnak estek. Mindkét oldalon sorra alakították ki a helyzeteket, a Cooper SC szerzett vezetést, és a gól után, ha lehet, még nagyobb lett a küzdelem a mezőnyben. A narancsmezeseknek 25 perc nem volt elég a gólszerzésre, így 0-1-jel fordultak a gárdák.
A második félidőben a fészeképítők próbálkozott, de támadásaiban nem igazán volt átütő erő. Egy 5 perces kiállítás aztán megpecsételte az építők sorsát, a Cooper kihasználta az emberfort és növelte előnyét. A végeredmény 4-1 a Cooper SC javára, egy húsvéti nyuszi, nem hogy szerencsét a fészeképítőknek. Nem a húsvéti nyuszival van a baj, úgy látom, ez most már ez 1-2-3 negyedik meccs, harmadik meccs, nem is tudom, és mindegyik bukta volt, úgyhogy ez valahogy nem megy, most a szaládom miért. Hogyha neked nem megy a játék, akkor úgy tűnik nem megy a csapatnak sem. Ez nem így van, minden csapat 5 emberből áll, plusz kapus. Itt egy ember képes eldönteni dolgokat, de általában kis pályas csapatjáték, tehát ma senkinek nem ment, úgy láttam. Minden elpattant, ez van. Nem tudtam, hogy hamogtuk a gugot, de végülis az első gól az nagyon fontos volt, hogy kirúgja, és mi szereztük szerintem inkább ez, és utána. Beindult a szekér, bármilyen megadtunk, szóval elég kelletlen állapja volt, de úgy megérdemeltem, hogy győztünk. A 16. forduló eredményei következnek. Sünni és barátai Bádogos 6-1, Aprilia Motoros Blue Hétfő 2-6, Coral Bombom Bolt 2-3, Szép Hőszeder Touroline 3-6, Fészeképítő Cooper SC 1-4, a Feder Kft. Csiplusz részecspás félbe szakadt. A 17. fordulóban lejártott 3 mérkőzés eredménye, Blue Hétfő Coral 7-1, Touroline Csiplusz V 7-2, Cooper SC Feder Kft. 1-1. Az első osztályú bajnokság tabelláját továbbra is a Touroline vezeti 39 ponttal, és előnye már 9 pontra duzzadt a mezőnnyel szemben. Második a Feder Kft. 30, harmadik Blue Hétfő 29 ponttal, negyedik a Bombom Bolt 28, és ötödik a Chip Plus V szintén 28 ponttal. Hatodik az Aprilia, hetedik a Klub Feca, nyolcadik a Cooper SC, kilencedik a Szép Hő Szeder, tizedik a Fészeképítők. A kieső helyeken 11. a Bádogos 14, 12. a Koral 11 és 13. a Sunyi és barátai 10 ponttal. Az 1B-ben a 16. fordulóból egy mérkőzést játszottak a héten, Poyák BT, Hungária Taxi 7-7. A 17. forduló eredményei Fevita Poyák 3-5, Dekebau Selgáz 13-2, Zöldker Maraton 0-2, Fehérvár Horgászból Ságépítő 3-2, Lancaster-Köfém, Más Tészta 3-4, Hungária Taxi, MÁV Gépészet 4-9, a Fejérvíri Truck Trailer mérkőzést május 2-án játsszák majd le. A tabellát itt a Maratonsport vezeti 42 ponttal, és őt követi a Fevita szintén 42 ponttal, harmadik a MÁV Gépészet 39 ponttal, negyedik a Poyák, ötödik a Dekkebau, hatodik a Truck Trailer, hetedik a Zöldker, nyolcadik a Ságépítő, kilencedik a Fejérvár Horgászbolt, tizedik a Fehérvíz, a kieső helyeken 11. a Hungária Taxi 18, 12. a Más Tészta 17, 13. a Lancas 15 és 14. a Selgáz 0 ponttal. A jövő héten a 18. fordulóban Korral a Bádogossal, a Fedél Kft. A Klub Fecával, a Fészeképítő a Bombolttal, az Aprilia Motoros Bolt a Szép Hűszerrel, a Sünni és barátai, a Touroline-nal, a C plusz évig a Cooper SC-vel találkozik, majd ezen a héten a Blue Hétfő lesz a szabadnapos. Kedves nézőink, ennyi volt már a kispálya, legközelebb jövő hét szombaton jelentkezünk, legyen ebben az időpontban, gyere tartsanak velünk akkor is. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!